A Vandegrav generátor. A Vandegrav generátor egy olyan eszköz, mely a töltés szétválása elvén működik. Azaz a felső gömb töltése és az alsó, általában leföldett rész töltése ellentétes lesz. A motor egy végtelenített gumiszalagot mozgat a felső és az alsó rész között. Ezeket egymástól plexilemezekkel szigetelik el. Az alsó görgőt elhagyó gumiszalag pozitív töltésű, és ezt a töltést a felső gömbnek a csúcshatás miatt egy tüskesoron keresztül adja át. A felső gömb és környezete között 100.000 volt feszültség alakulhat ki. A gömböt a működés során folyamatosan érintő tanuló, ha szigetelő lemezen áll, akkor a gömbben megegyező töltésre tesz szert. Ahogy egyre több töltés jut a tanuló testére, a haján már jól látható, ahogy az azonos töltéssel feltöltött hajszálak taszítják egymást, és az elektromos térnek megfelelően állnak be. Forráspontnyomás függése. A kísérlet során szobahőmérsékleten figyelhetjük meg a víz forrását. Elő kell készíteni egy lombikot, melybe egy vékony üvegcsövet kell vezetni egy átfújt dugon keresztül. Az előkészített lombikba kis mennyiségű vizet kell felforralni. A vizet addig kell forralni a lombikba, amíg már az összes levegő távozik belőle. Ezt úgy vesszük észre, hogy a csövön keresztül már vízgőz távozik. A lombikból kiálló üvegcsövet színezett hideg vízbe kell mártani. Ahogy a lombikban hűl le a vízgőz, csökken a nyomás, és ezért a külső légnyomás az üvegcsövön keresztül felnyomja a vizet. Ahogy a víz feljut a lombikba az üvegcsövön keresztül, a lombikban még mindig marad vízgőz, a hideg víz miatt hirtelen kicsapódik. Így a nyomás a lombikban drasztikusan csökken. Ezzel együtt a szobahőmérsékletű víz azonnal felfor a lombikban. A nyomás csökkenés miatt a külső légnyomás továbbra is felnyomja a vizet. Gyakorlatilag megtölti az edényt, miközben még mindig tovább forr a víz. Krumpli elem. Az elemek működésük során az elektródák közötti elektrodpotenciál különbséget használják ki, melyhez még egy összekötetés biztosító elektrolitra is szükség van. Az egyik elektróda a folyamat során oxidálódni fog, a másik közben redukció megy végbe. Az elektrolit bármilyen folyadék lehet, amiben van szabadon mozduló töltéshordozó. A krumpli elem előállítása során a burgonyába helyezzük réz és cink rudakat, ahol a burgonya folyadék tartalma lesz az elektrolit, még a két fémrud lesz az elektróda. A két fémrud eltérő anyagú, így köztük potenciál különbség van, melyet elektromos áram előállítására használhatunk. A reakció addig marad fent, amíg vagy a burgonya ki nem szárad, vagy a fémlemez fel nem oldódik. Mentorunk Kriska Ádám. Kísérleteket bemutatta Fejes Jennifer. Segítő diák Pomorszky Márk. Vágta Kovács Márk.